Üdvözöllek titeket! Az én nevem Csizmadia Horváth Tímea, és a Thurzó Lajos iskolába tanítok matematikát. A mai óránk témája a matematikai kifejezések. Ugye ez egy új témakör lesz, és mindjárt megnézzük, hogy mik is ezek a kifejezések. Ugye először is, hogyha állandókat és változókat valamilyen műveleti jelekkel összekapcsolunk, akkor kifejezéseket kapunk, minden bizonnyal hallottatok már erről, ugye akár más tantárgyakból, hát matematikában ezeket hívjuk ugye kifejezéseknek. A kifejezések tartalmazhatnak állandókat, és tartalmazhatnak állandókat és változókat is. Hogyha csak az állandók, ugye azok a számok, más néven konstansoknak is szoktuk nevezni őket. Van itt egy néhány példa, ugye látható 5, a mínusz 2, negyed, és így tovább. És a változókat más néven ismeretlennek is szoktuk nevezni, ugye látható itt néhány változó, x, y, z, a, legtöbbet ezeket a betűket használjuk a változók jelölésére. Ha a számokat műveleti jelekkel és zárójelekkel összekapcsoljuk, akkor számkifejezéseket kapunk. Nézzünk egy néhány példát. Ugye például 3x5 plusz 4, vagy az 5x gyök 2, és így tovább. Ugye látszik, hogy itt nincsenek változók benne, csak is számok, műveleti jelek, illetve zárójelek láthatók. Oldjuk meg ezt a legutolsó számkifejezést. Természetesen nagyon fontos, hogy a műveleteket a megfelelő sorrendbe végezzük el. Hogyha látunk zárójelet, egyértelmű, hogy az a legerősebb művelet, és abban az esetben, mint most a mi esetünkben, ha több művelet is szerepel, egyértelműen a legerősebb műveletet oldjuk meg először, vagyis jelen esetben ugye a szorzást. Tehát a 3x2-t összeszorozzuk, 6-ot kapunk, majd a zárójelben lévő kivonást elvégezzük, és utoljára ugye elvégezzük az osztást. És egy számot kaptunk végeredménynek, tehát a számkifejezés értéke az mindig egy szám lesz. Ha a számokat és változókat is tartalmaz egy kifejezés, akkor változós kifejezésnek nevezzük. Látható itt néhány példa, ugye például az 5 plusz a, x minusz y, és így tovább. Tehát láthatók itt ugye különböző változókat tartalmazó kifejezések. Ha a változókat ugye, és különböző számokkal helyettesítjük, akkor megkapjuk ennek a változós kifejezésnek a helyettesítési értékét. Nagyon-nagyon fontos, hogy a kifejezésekben ugyanazt a változót ugyanazzal a számmal helyettesítsük. Nézzünk meg néhány feladatot. Adott az alábbi feladat, ugye AB mínusz 5A plusz B per 3, ahol az A-nak egy 4-es értéket adtunk, a B-nek pedig 6-ost. Egyértelmű, ugye, hogy az A és a B szám között egy szorzásjel van, amit nem szoktunk kiírni, de miután behelyettesítjük a számokat, ugye most a 4-est és a 6-ost, kötelező kiírni, nehogy egy 46-ost kapjunk ott a helyén. Ugye behelyettesítettük az A helyére a 4-est és a B helyére a 6-ost, majd elvégezzük megfelelő sorrendben a műveleteket, ugye először a szorzást, és ugye az osztást is egyszerre el tudjuk végezni. Megkapjuk ugye 4x6, 24, ugye az 5x4, 20, és ugye a 6-ost, ha 3-assal lehetett osztani, 2, majd sorban végezzük el ugye a műveleteket, ugye ezek egyenrangú műveletek, a különbség és az összeadás, tehát először kivonunk, a 24-ből 20-at 4, plusz a 2-t hozzáadjuk, és megkapjuk, hogy ennek az értéke 6. A következő példánknál x négyzet plusz 3x plusz 1, és az x értéke most legyen mínusz 2, tehát helyettesítsük be a mínusz 2-t ugye az x változó helyére. Nagyon fontos, hogyha negatív számot helyettesítünk, akkor mindenféleképp zárójelbe tegyük,
mert ugye hát fognak itt változni az előjelek és így tovább, tehát ezeknek ezt kell megjegyezni, hogy ha negatív számot helyettesítünk, szigorúan zárójelbe helyettesítsük be. Tehát az x négyzet, ugye zárójelbe helyettesítette a mínusz 2 a négyzeten, plusz a 3-szor mínusz 2 és plusz 1. Megoldjuk, hogy a műveleteket négyzetre emelem, a mínusz 2 4 lesz, ugye a 3-at és a mínusz 2-t összeszorzom, mínusz 6 lesz és plusz 1, majd miután itt is elvégzem sorban a műveleteket, megkapjuk, hogy ennek az értéke mínusz 1 lesz. Nézzük a következő kifejezésünket. Itt x, y és z változót kell helyettesíteni, ugye a megadott törtekkel. Itt is látható, ugye, hogy a negatív számokat zárójelbe helyettesítettem be. Ugye itt jelenleg nem látható szorzás, tehát ugye elhagyhatom a zárójelet ugye úgy, hogy figyelek a zárójel előtti előjelre. Ha mínusz van előtte, változik a zárójelben lévő szám előjele. Tehát most plusz 1/2 kaptunk, plusz 2 ugye az megmarad, és a mínusz 7/10 ugye plusz 7/10 lett, mert tehát a zárójel előtt egy mínusz volt. Mivel nem egyformák a nevezők, közös nevezőre kell hozni, ugye látható, hogy az a 10 lesz, vagyis az első törtet szorozzuk 5-tel, a másodikat szorozzuk 2-vel, és megkapjuk, hogy ugye ez 5/10 lesz, plusz a 4/10 és plusz a 7/10, tehát miután közös nevezőre hoztunk, most lehet ezeket összeadni, és megkaptuk, hogy ez plusz 16/10. Azért itt ne álljunk meg, ne mondjuk azt, hogy ez a végső végeredményünk, mindig vizsgáljuk meg, hogy az adott törtet lehet-e valamivel egyszerűsíteni, tehát találunk-e olyan számot, amivel el lehet osztani a számlálót is és a nevezőt is. Hát jelen esetben a 16-ot és a 10-et lehet osztanunk 2-vel. Ezt az osztást végezzük is el, és megkapjuk, hogy ebből lesz a 8/5. És még mindig nem fejeztük be, mivel azt is megvizsgáljuk, hogy fel lehet-e írni ezt a törtet vegyes szám alakjában, és mivel most a számláló nagyobb, mint a nevező, vagyis ez egy áltört, ezért ezt felírhatom, mint 1,35. Itt a plusz jelet nem fontos kiírni, ha kiírjuk, az nem hiba, ha nem írjuk ki, ugye úgy is teljesen helyes a megoldás. Nézzük a négyes feladatunkat. Ugye itt már elég összetett műveletek vannak, zárójelbe zárójel is. Hát itt is helyettesítsük be, ugye az A helyére a 2-t, és a B helyére a mínusz 3-at. Ugye látható itt is, hogy a mínusz 3-at szigorúan zárójelbe helyettesítettük, és most ugye elvégezzük a műveleteken, mivel zárójelben látunk még zárójelet, ugye egyértelmű, hogy azok lesznek az elsők, amiket elvégzünk. A belső zárójeleket elhagytuk, és most szintén meg lehet oldani, hogy a 2 plusz 3-at külön, és a 2 mínusz 3-at külön. És 2 plusz 3-ból lett 5, a 2 mínusz 3-ból pedig mínusz 1. Ugye a mínusz 1-et ismét zárójelbe kellett tenni, mert nem állhat két műveleti jel egymás mellett zárójel nélkül. Majd megoldjuk, hogy az 5 osztva mínusz 1-jel, abból mínusz 5 lesz, és szorozva 3-mal, és végül a mi értékünk a mínusz 5 lesz, vagyis a végeredmény, mínusz 15 lesz, ugye ez lesz a végeredményünk. Hát írjunk fel néhány kifejezést a szöveg alapján, ez is nagyon fontos, hogy az ilyeneket megtanuljuk, a későbbiekben sok szöveges feladattal fogtok találkozni, úgyhogy jó ezeket átgyakorolni. Hogyan írnánk fel, hogy az x-nél 5-tel nagyobb szám, tehát hogy 5-öt kell akkor az x-hez hozzáadni, és lesz az x plusz 5. A-nál 2-vel kisebb szám,
vagyis ugye csökkentenünk kell az A-t 2-vel, vagyis A mínusz 2 lesz, ugye kivonunk 2-t belőle. 2 is az X szorzatánál 3 negyede nagyobb szám, vagyis a 2-t és az X-et össze kell szoroznunk, majd ezt a 3 negyedet hozzá kell adnunk, mert hát növeltük. P és Q különbségének egy harmada, vagyis kivonjuk a P-t és a Q-t, ugye egymásból, és ezt szorozzuk egy harmaddal, vagy ezt ugye föl is lehet úgy írni, hogy P minusz Q per 3. És végül az X szám kétszeresének és az Y 2/5-ének összege, vagyis az X-et kell ugye 2-vel szorozni, és az Y-t 2/5-del. Ha egy számnak keressük a például 2/5 részét, vagy 3/4 részét, akkor mindig az adott számot ezzel az adott törttel szorozzuk meg. Hát nézzük tovább a kifejezéseket, hogy milyen kifejezések vannak még név szerint. Ha egy kifejezéseket, amik az összeadás, kivonás, szorzás és az osztás műveleteket, valamint állandók és változók gyökvonása segítségével kapunk, algebrai kifejezésnek nevezzük. Az algebrai kifejezésben az állandó azok a számok, amelyeket végig sok számjegy segítségével írhatunk fel. Tehát például, ugye itt látható az egyharmad, ugye ez egy tört, de ennek van tizedes alakja is, tizedes szám alakja, miután ugye elosztuk az egyet a hárommal, 0,333-at kapunk, és ez a végtelenségig fog ismétlődni, tehát ilyen formában egy kifejezésben nem helyettesítsük be a számot. És látható itt néhány példa az algebrai kifejezésekre, ugye látható mindenféle művelet van, gyök alatt is van változó, és így tovább. Viszont ugye ezt még szűkíteni tudjuk, azokat az algebrai kifejezéseket, amelyek valószámokból, változókból, és a racionális művelete, ugye az összeadás, kivonás, szorzás és az osztás segítségével kapunk, racionális algebrai kifejezéseknek nevezzük. Itt azt kell nagyon megjegyezni, hogy racionális algebrai kifejezés az, ahol a gyök alatt nincsen változó. Tehát látható itt két példa, a gyök 2x és a 2 gyök x. Hát először is a gyök 2x, ugye ez egy racionális algebrai kifejezés, mert a gyök 2 valós szám, és a szorzás művelete ugye egy racionális művelet. Viszont a 2 gyök x nem lesz racionális algebrai kifejezés, mert ugye, hogyha egy változóból gyököt vonunk, akkor az nem biztos, hogy mindig racionális szám lesz. Hát nézzünk néhány példát. Húzzuk alá azokat a kifejezéseket, amik racionális algebrai kifejezések. Tehát ugye visszagondolva, ugye azt mondtam, hogy azok a racionális algebrai kifejezések, ahol a gyök alatt nem szerepel változó. Vagyis megnézzük, hogy az első kifejezésünkön, hogy 7ax mínusz, ugye és zárójelbe a gyök 3 mínusz x. Tehát látható, hogy igaz, hogy van gyök, de ott egy 3-as szerepel a gyök alatt, tehát ez biztos, hogy egy racionális algebrai kifejezés lesz. A B feladatnál látható, hogy gyököt sem látunk, tehát ez is biztos, hogy egy racionális algebrai kifejezés. A C-nél ott van egy gyök x, tehát ezt ki fogjuk hagyni, nem lesz a keresett racionális algebrai kifejezés. A D-nél ott gyököt sem látunk, tehát ezt ismét aláhúzhatjuk. És az E-nél látható a gyök alatt egy y, tehát ezt sem szabad aláhúzni. Haladjunk tovább, tehát azokat az algebrai kifejezéseket, amelyeket valószámokból, változókból a racionális műveletek, ugye az összeadás, kivonás és a szorzás segítségével kapunk,
egész algebrai kifejezéseknek nevezzük. Tehát az előző definícióhoz képest úgy szűkebb, hogy nincs benne az osztás. Vagyis azt jelenti, hogy az egész algebrai kifejezésekben nem osztunk változóval. Itt van néhány példa rá, tehát látható, hogy itten se a gyök alatt nincsen változó, és nem is osztunk változóval. Nézzünk ismét egy nagyon könnyű kis példát. Ismét alá kell húzni azokat a kifejezéseket, amik egész algebrai kifejezések. Tehát nem szabad, hogy a gyök alatt ugye változó legyen, és nem szabad változóval osztani, vagyis hogy az osztóban ne szerepeljen változó. Látható, hogy az A-nál ugye a y négyzet plusz 2 az egy osztó, tehát ezt nem szabad aláhúznunk. A B feladatnál ott nincs osztás sem, nincs gyök sem, tehát ez biztos, hogy ugye a keresett egész algebrai kifejezés. A C-nél látható a gyök alatt egy x, vagyis ezt ki kell hagynunk. A D-nél igaz, hogy látható ugye osztás, mint tört, tehát a nevező az ugye egy háromas, ez nem változó, tehát ez nekünk megfelel, aláhúzzuk. És az E-nél nagyon kell figyelni, tehát nem tört alakban van fölírva, hanem mint osztás jellel, de ott is az osztóban szerepel az x, tehát nem húzzuk alá, ez nem lesz egész algebrai kifejezés. Itt van egy nagyon kis egyszerű ábra, ugye összefoglalva, tehát vannak az algebrai kifejezések, ahol ugye szerepel bármilyen művelet, amit ugye változókat és a számokat összekapcsoljuk, ettől picit szűkebb, ugyan racionális algebrai kifejezés, ahol már a gyök alatt változó nem szerepelhet, és ettől szűkebb az egész algebrai kifejezés, ahol gyök alatt nem szerepel változó, és az osztóban sem szerepel változó. És oldjunk meg még egy utolsó feladatot, ez egy összetette feladat, egy régebbi próbaérettség is feladatgyűjteményből való, tehát ilyenekre lehet azért számítani majd a kísérettségén is. Látható, hogy be kell helyettesíteni az A, B és a C értékét, de a B-nél mínusza van, és a C-nél abszolút érték B van megadva. Tehát mielőtt behelyettesíteni, érdemes ezeket ugye kifejezni. Vagyis megnézzük, hogy ugye konkrétan mi lesz a B ugye értéke és a C-nek az értéke, miután ugye behelyettesítettük először az A-t, majd a B-t. És miután ezeket megkaptuk, ugye behelyettesítsük a mi kifejezésünkbe az A helyére ugye a mínusz 5-öt, a B helyére a plusz 5-öt, és végül ugye a C helyére is a plusz 5-öt. Itt ugye a jobb áttekinthetőség érdekében különböző színnel is vannak jelölve a számok. Én most itt mindegyiket zárójelbe helyettesítettem, hogy jobban érthető legyen. Hát ugye megnézzük, hogy milyen műveleteink vannak. Látható, hogy van itt egy abszolút érték. Nagyon vigyázzatok arra, hogy az abszolút értékben mindig minden műveletet meg kell oldani, és csak utána fogjuk az abszolút értéket úgymond megoldani. Ugye először is az abszolút értékben ugye a mínusz 5-öt a zárójelből kivettük, figyeltünk, hogy előtte mínusz van, tehát plusz 5 lett, összeszoroztam a 3-at és az 5-öt, 15 lett. És a tört nevezőjében is elvégeztük a szorzást. Majd az abszolút értékben elvégezzük az összeadást, az plusz 20 lesz, és a tört nevezőjében is ugye elvégezzük a műveletet. Most fog az abszolút érték úgymond feloldódni, tudjuk, hogy az mindig pozitív, és mivel előtte mínusz van, ezért ugye ez mínusz 20 lesz, tehát 1 mínusz 20 szorozva az 1 5-öddel. Mivel ugye itt már nincs zárójel, van egy kivonásunk és egy szorzásunk, először a szorzás műveletét oldjuk meg, az az erősebb.
ugye a 20-at el lehet osztani 5-tel, és 1 mínusz 4 az egyenlő mínusz 3-mal. És a mai óra tananyagát a két gerundium tankönyvből írtam ki. Ezeket használtam fel mára. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket!